A 17 települést magába foglaló Pest megyei 6-os számú választókerület országgyűlési képviselőjét, Vécsei Lászlót kérdeztük a kerület állampolgárainak mindennapi életét befolyásoló változásokról, beruházásokról, valamint az elmúlt időszak parlamenti munkáin túl a kerületében ráháruló feladatokról. Ebben az új esztendőben, bár a parlamenti ülésrend még nem teljesen világos, tehát valószínűleg új ülésrend lesz, ettől függetlenül egyéb elfoglaltságok parlament által nem lefedett időszakokban természetesen a településekkel foglalkozom. Ennek keretében a települések, a választókerület csak nem minden települését végiglátogattam már. Vagy ezért, vagy azért. Általában fogadóóra vagy képviselőtestületi ülés sem való részvétel céljából megyek el településekre, de természetesen egyéb meghívásokat is kapok, illetve fogadok el. Sokszor magam kezdeményezem, civil szervezetek, egyházi vezetők, lelkészek hívnak meg, és velük folytatunk beszélgetéseket, amelyek alapvetően a problémákról, a problémák esetleges megoldásáról, az ebben nyújtható segítségről szólnak, és persze nagyon sokokat megmozgatnak az új időszaknak a pályázati lehetőségeit, tehát vállalkozók is megkeresnek, hogy esetleg mit lehetne kezdeni az elkövetkező időszakban, és hát természetesen folynak szakmai egyeztetések is, pontosan ehhez kapcsolódva, éppen a mai napon a kastélyprogrammal kapcsolatban volt egy egyeztetés Pécelen, ahol a Forster Központnak a elnöke munkatársai tartottak egy tájékoztatót az érintett polgármestereknek, országgyűlési képviselőknek. Ez egy izgalmas, nagy volumenű országos program lesz. Önkormányzatoknál alapvetően az időszakból, a fő feladatból adódóan költségvetéshez kapcsolódó kérdéseket kapok. A költségvetés készítésénél kérnek segítséget, hogy mik legyenek a fő szempontok, mire helyezzék a hangsúlyokat, hiszen most lényegében új módszertan szerint és más szemléletben kell a költségvetést tervezni. Én mindig mindenhol elmondom, hogy a legfontosabb az önkormányzati költségvetéseknél az kell legyen, hogy a működést azt biztosítsák, hiszen ezt a kormányadósságmentesítési programja lehetővé teszi. Önkormányzatok már nem vergődnek a hitelcsapdában. A működést ezt mindenképpen, minden körülmények között biztosítani kell, és a fejlesztéseiknél azt gondolják végig, hogy a gazdaság élénkítés, tehát a munkahelyteremtés és a helyi vállalkozások, vállalkozók támogatása, befektetés, vonzás, az milyen eszközökkel, milyen módokon érhető el. Az oktatási rendszer átalakítása számos iskolát érintett ebben a körzetben is. Azt látom, hogy az új rendszert lassan mindenki megtanulja, és a pedagógusoknak a szakmai és a munkavállalói problémái azok teljesen a klikhez terelődtek át. A tankerületek ezeket a problémákat fölvették és igyekeznek megoldani. A gondok nagy része abból adódik, hogy a működtető és a fenntartói felelősségi körbe tartozó ügyek még mindig nem teljesen, nem a legapróbb részletekig tisztázottak. Hát ezek még nem teljesen zökkenőmentesek, de úgy látom, hogy az önkormányzatok részéről és a szülők részéről az ingyenes tankönyveknek a felmenő rendszerben történő bevezetés, a délutáni foglalkozások, tehát hogy a szülőkre jóval kevesebb teher hárul a gyerekekre történő gyerekek felvigyázása terén a délutáni időszakban, vagy a gyümölcsprogram, ami az étkezéshez kapcsolódik, és egyáltalán a gyermekétkeztetésnek a nagyon jó finanszírozása, ami az önkormányzatok költségvetését tehermentesíti. Tehát alapvetően a folyamatok azok látszik, hogy jó irányba mennek. Természetesen az életpályamodell bevezetése, ami fenntartói feladat, tehát nem az önkormányzatok érintettségi körébe tartozik, az még biztos, hogy többkörös egyeztetést igényel, de úgy látom, hogy ott is talán egy-két olyan konfliktusos terület maradt, ami szerintem az év folyamán meg fog oldódni. Vécsei László az egyházak munkáját is igyekszik figyelemmel kísérni, és lehetőségehez mérten segíteni. Hát alapvetően természetesen az egyházi intézményeknek a fejlesztése, a pályázatokhoz kapcsolódó kérdések merülnek föl.
Galgamácsa esetében, hogy mondjuk lelkészváltás történik, és akkor az új lelkésszel szeretnék megismerkedni, mert korábban nem voltunk kapcsolatban. És hát természetesen olyan ügyek is összekötnek bennünket, hogy nem kevés egyházi fenntartású iskola, köznevelési intézmény található választókerületben. Természetesen ezeknek a vezetőivel, igazgatóival, pedagógusaival is célszerűnek látszik találkozni. És hát vannak olyan folyamatban lévő ügyek, például egyházi fenntartás, iskola egyházi fenntartásba vétele, amiben nyilván a felek álláspontját megismerve, ahol tud az ember a saját eszközeivel megpróbál segíteni. Hát a fogadóórákon az elmúlt időszakban szinte minden településre eljutottam. Az utóbbi már januárban történt fogadóórák során természetesen az aktuális kérdések voltak a legizgalmasabbak. A devizahitelesek ugye még mindig nem futott ki, különösen annak fényében, hogy új fejlemények vannak, és hatalmas siker, hogy a svájci frank elszabadulása, az árfolyam elszabadulása ellenére a magyar devizahitelesek biztonságban érezhetik magukat. És a másik, ami szintén ilyen január elejé téma volt, és ami fölbukkan a fogadóórákon, ez az autópályáknak a új díjasítási rendszere, ami a gödöllői választókerületben, Gödöllőtől Aszódig, a Galga mentén tulajdonképpen mindenkinek jó. Az más kérdés, hogy talán a médiában az első ijegység következtében nem feltétlenül a jó oldalát mutatták meg, de már azt gondolom, hogy minden állampolgár, minden választópolgár a választókerületben rájött, hogy jóval kevesebb pénzért tudja használni az autópályát, a gyorsforgalmi utakat. Ez itt az agglomerációban pedig különösen izgalmas kérdés, hiszen innen nagyon sokan napi utazás céljára veszik igénybe az M3-as autópályát, az M0-ast, M31-est, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy 43 ezer forintért vagy 5 ezer forintért tud valaki munkába járni az egész év folyamán. Különösen érdekes ez az autópálya útdíjasítás azért, mert legalább két olyan lakossági megkeresés volt, amiben úgy gondolom, hogy sikerült változást elérni. Tehát a finom hangolás során a díjmentesen használható, illetve az adott megyei matrica áráért használható szakasz lehajtási pontja ügyében fordultam az államtitkársághoz, és a végeredmény az, hogy olyan irányban módosult a díjszabás, hogy nem az a megyei utolsó, hanem a következő megyének az első lehajtójáig érvényes a megyei matrica, illetve volt még egy nagy családos állampolgár keresett meg a 7 személyes mikrobusznak a besorolásával kapcsolatban. Itt valóban méltánytalan lett volna, hogyha a magasabb kategóriának a díját kell fizetniük, és a nagycsaládosokra való tekintettel ezt is méltányolták az államtitkárságon, tehát ez külön büszkeség, hogy legalább két ügyben nekem is sikerült ebben a dologban előrelépést elérni. A legfontosabb szerintem az, hogy az elmúlt időszaknak az ígéreteit valóra váltsuk. Ezek sorában a legfontosabbnak gondolom, hogy a Gödöllői sportuszoda ügyében a folyamatban lévő kormányhatározat alapján végzett munka az elérjen végre az első állomásához, tehát a tervpályázati zsűrinek az összeállásához, összeállításához. Én azt gondolom, hogy ez is mindennapos, mindenhetes kérdés. Nagyon fontos, hogy a M3-asnak a zajvédőfalainak az ütemezését, hogy itt Mogyoród és Gödöllő térségében hol, mikor kezdődik majd az építkezés, ezt ismét el tudjuk mondani az érintett állampolgároknak elsősorban. A Bagi körforgalmú csomópontnak az ügye, hiszen tavasszal ennek véglegesen indulnia kell. És nagyon sok olyan folyamatban lévő beruházás van, amik a választókerületet közvetlenül érintik. Az elővárosi közlekedés kérdése például, ami a főváros és a kormány megegyezésének kérdése, vagy a vasúti rekonstrukció, ami egészen is a szektől Aszódig, Gödöllőt is érintve, egész Galga mentére kivetíti a hatását, tehát mindenkit érint. Tehát ezekben az ügyekben mindenképpen jó értelemben lobbistaként szeretnék eljárni, és hát természetesen a parlamenti munkából adódóan látszik, hogy nagyon sok olyan feladat lesz, ami az állampolgárok mindennapi életét befolyásolja.
más ne említsek, csak mondjuk a közműszolgáltató, állami közműszolgáltatónak a létrehozása, amihez még törvényeket kell majd módosítani, a cél teljesen világos, rezsicsökkentést fönn kell tartani, be kell biztosítani, több lábon kell, hogy álljon, ide vezető út ez nyilván az állami közszolgáltatón keresztül vezet. Tehát parlamenti munkához kapcsolódóan is úgy látom, hogy lesz rengeteg teendő a választókerületben. Thank you.